Megérkezett Oroszországba Kim Jong-un. Nem is akárhogy, egy páncélozott vonattal futott be Vlagyivosztokba. Az észak-koreai vezetőnek több mint 4 év után ez az első ismert külföldi útja. Mi pedig utána jártunk a rejtélyes luxus vonatnak is. Egy sárga szegélyes, sötétzöld páncélozott vonatról szállt le Kim Jong-un Vlagyivosztokban. A golyóálló szerelvény mindössze 40-50 km/órás sebességre képes, ám belseje csupa luxus. Észak-Korea első emberei évtizedek óta ezt a közlekedési eszközt használják. Szerintem nehezebb, és az egyik legjobban kitett az esetleges támadásoknak, hiszen ő egy kötött pályán mozog, és ami a legrosszabb, hogy egy esetleges támadás esetén nem tud manőverezni, nem tud letérni az útvonalról, egész egyszerűen vagy beszorul, megáll, és akkor egy álló célponttá válik, vagy pedig a pályáján végig lekövethető és nagyon jól megtervezhető, hogy hol fog haladni. Hírforrások szerint a diktátor repülőgépei viszont öregek, nincsenek megfelelően karbantartva. Emellett Észak-Koreában a legtöbb út rossz állapotban van. A vasúthálózat ugyanakkor jól kiépített. Továbbá a vonat kényelmi szolgáltatásai sokkal jobbak. Ha a vonaton utazik, bárhonnan irányíthatja az egész országot. Az összes faxot és e-mailt megkapja és hozzáfér a jelentésekhez is, mert minden kommunikációs eszköz rendelkezésére áll. Tehát Kim Jong-un számára ez pont olyan kényelmes, mint az otthonában. Mióta Kim Jong-un 2011. decemberében vezető lett, vonattal látogatott Kínába és Vietnámba is. Valamint legutóbbi oroszországi látogatása során 2019-ben szintén a kötött pályás utazást választotta. Feltételezem, hogy a levegőbe azért ezt kísérik valamilyen harci járművel, helikopterrel, vagy akár vadász gépekkel is, hiszen a levegőből a legkönnyebb őt támadni, de az útvonalat is azért biztosítani érdemes, hiszen egy váról indítható rakétával is kilométeres távolságból eltalálható. Észak-Korea államalapítója és korábbi vezetője Kim Ir-sen, Kim Jong-un nagyapja ugyancsak rendszeresen utazott vonattal külföldre. Kim Jong-il, Kim Jong-un apja pedig a pletykák szerint félt a repüléstől, ezért ő is a vasutat részesítette előnyben. 2001-ben például egy 20 000 kilométeres oda-vissza utat tett meg Moszkvába. Régebben arról szóltak a jelentések, hogy az elnöki vonaton 2 géppuskát szállítanak egy esetleges repülőgépes támadás elhárítására. Úgy hallottam azonban, hogy Kim Jong-un vonatára nemrég már légvédelmi rakétákat szereltek fel. Van egy bizonyos számú és szintű védelmi rendszere, ami áll nyilván rakétákból, rakétaelhárító rendszerekből, nehéz tüzérségi fegyverekből, de ettől függetlenül láthatjuk pont a háború kapcsán, hogy például apró pici drónokkal milyen könnyen kijátszhatóak ezek a rendszerek, és a célpontokba be tudnak repülni. A vándorló erődön található hálószoba, fürdő, étkező, valamint egy fogadóhelyiség és egy tárgyalóterem. Utóbbiakat leszámítva senki más nem léphet be a diktátor szobáiba. Ami kissé megváltozott, az a belső dekoráció. Kim Ir-sen idejében orchideákat és liliomfákat ábrázoló rajzokkal díszített szőnyegeket használtak. De Kim Jong-un vonatán márványszerű padló burkolatot, világosabb fényeket és kevesebb dekorációt láttam. Úgy érzem, mintha ebben generációs különbség lenne. A ritka felvételeken továbbá rózsaszín bőrfotelek láthatóak. Ami azért érdekes, mert a luxus vonat egyben politikai szimbólum, mérete és páncélzata nem csak a fizikai biztonságot jelképezi, hanem Kim Jong-un uralkodásának stabilitását is. Orosz földön, hogy valaki megmerje támadni, azért arra nagyon-nagyon-nagyon pici esélyt látok. Itt mindig azt mondom, hogy talán egy magányos merénylő lehet veszélyes, mindig az lehet, jelenthet veszélyt ugye egy adott politikusra, hiszen őt nem tudják irányítani, őt nem tudják kontrollálni, de nem gondolom, hogy különösebb biztonsági kockázata lenne ennek a csúcs találkozónak. Kim Jong-un katonai tiszteletadással és fúvós zenekarral fogadták. A csúcs találkozó fő témája pedig, hogy ad-e fegyvereket Észak-Korea Oroszországnak, amiért cserébe élelmiszert és modern technológiai eszközöket kaphatnak.